Jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma esti vendégeim Éger István, a Magyar Orvoskamara elnöke, tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok. És Derényi Gábor, a Magyar Orvoskamara Fehér megyei szervezetének elnöke, tisztelettel köszöntöm, főorvos úr. Most azt hiszem, hogy mindennapi egészségünknél talán nincs fontosabb. Ez így volt, amióta világ a világ. Egy felmérést néztem, az Egészséges Magyarország 2014-2020, ez egy terv, és az alapellátás mennyisége, minősége, ami különösen fontos számunkra, ebből is a házi orvosi ellátásból. Nos, az a fontos kérdés, hogy 2014 és 2020 között van egy terv. Hol tart a terv megvalósítása, kérdezem én, illetve milyen most általában az állampolgárok egészségügyi helyzete ennek tükrében? Hát, hogy hol tart a terv, azoktól kellene megkérdezni, hogy a tervet készítették, attól tartok, hogy nem tartott, ahol ők szeretnék, hogy tartson, hiszen sok lemaradás van, és ennek az oka nyilván elsősorban, hogy az az alapellátás, amelyikre igazán a terhet rakni akarják, annak a fejlesztése az még mindig nem kellő ütemben zajlik. Ez, ahogy nem kellő ütemben, ez mit jelent? Ugye két esztendő telt el, mióta meghirdették, és az alapelveket és azt a tervet, tehát esztendőről esztendőre lebontva el kellett volna érni valamit. Tehát ez azt jelenti, hogy elkezdődött valami, de korán sem olyan ütemben, mint az elvárható lenne. Hát ezt az évről évre kellene történni valaminek, ezt azért egy picit definiálni kellett volna, vagy kellene, hogy minek kellene évről évre történni. Itt egyetlen egy történetet tudok felemlegetni, ez a bizonyos törzskarton harc vagy háború, ami mai napig még tart, és amiben még a szakma és a szakmai vezetés, illetve az állami vezetés nem tudott megállapodni, ami pedig hát a lépésre való haladás, az egyelőre még csak a praxisok működési veszteségének a csökkentése, még nem értük el a nullszaldót sem. Egyébként ez az oka annak is, hogy sok helyen nincs házi orvos. Akkor az orvosok számáról beszélünk, az üres praxisok számáról. Milyen ma Magyarországon a kistérségek helyzete? Mint tudjuk, a vállalkozásokban gyógyítanak az orvosok, a házi orvosok 98%-a, és általában az önkormányzat segítségével teszik ezt. Ugye azt néztem, hogy mintegy 4000 fő dolgozik ebben a pillanatban, 4000 orvos kollégájuk a házi praxisokban, vegyes gyermek, illetve a felnőtt praxisokban. Ez azt jelenti számunkra, hogy kielégítő a helyzet. Ugyanakkor folyamatosan azt olvassuk, hogy mi köznapi emberek, hogy rendkívül sok praxis betöltetlen. Én Fejér megyei adatokat tudok mondani, körülbelül 96-98%-a a praxisoknak vállalkozás formájában működik. A betöltetlen praxisoknak a száma az 5 a megyébe. Fejér megyében, Székesfehérváron jelen pillanatban nincsen betöltetlen praxis, de természetesen más a helyzet Borsodba, Nógrádba és különböző helyeken, olyan megyékbe, amelyek még keresztútját járják. Épp most olvastam, hogy van egy olyan praxis, 25 ezer ember tartozik, hisz 3 vagy 4 praxist egy 74 éves kollega viszi Nógrád megyében. Kicsit országosan nézve a dolgot, és egy kicsit távolabbról megközelítve. Az alapellátás az egy olyan komplex rendszer, amelyben nem lehet nem megemlékezni a alapellátó fogorvosokról, a védőnői hálózatról, és még egy-két fontos dolog, házi betegápolás és egyebek. De maradva csak szigorúan az egészségügyi ellátásnál is, ez 10 000 praxis, és a benne dolgozó szakdolgozók kb. 30 ezer munkavállaló, mert 3 ezer alapellátó fogorvos mellett közel 7 ezer a házi orvos, házi gyerekorvos és alap és a vegyes praxis, ebből hiányzik a 300. Valójában egyébként most már azt kell mondjam, hogy nincs az országnak olyan területe, olyan megyéje, ahol ne lenne tartósan betöltetlen praxis, beleértve Budapestet is, és ami ennél sokkal nagyobb baj, hogy kb. 2200-ra tehető, tehát az egész csapatnak közel a harmada, aki nyugdíjkoron túl dolgozik, ahogy ezt a kollégám itt említette, mint elrettentő példát, de ebből nem egy van, hanem sok.
ezek az emberek kényszerből dolgoznak, részben a megélhetés kényszeréből, részben az ellátás szükségének a kényszeréből. Na ez az az időzített bomba, amivel egyelőre nem látjuk, hogy bárki megpróbálna komolyan foglalkozni. Akkor itt már is jöhet a korfa. Megnéztem az 50-54 esztendősek, illetve az 55-59 esztendőseket, a 60-64 esztendősek követik arányban, számban, utána jönnek csak a 40 esztendősek. Ezt követően már csak a 65-69 azonos számban, és a 70 év felettiek elhűlve. 70 éven felül több százan dolgoznak aktívan, tehát nem nyugdíj mellett kiegészítésként, hanem teljes joggal visznek önállóan praxisokat. Több százan. Ilyenkor kérdezi meg az emberfia, hogy mi történik azokkal a szakorvosokkal, a frissen végzett szakorvosokkal, akiknek tulajdonképpen ott lenne a helyük. Óriási aránytalanság van, ezt tudni kell. Ma jó esetben 80-an végeznek egy évben, tesznek háziorvosi szakvizsgát, és mivel említettem, hogy ezek a önáltal is vállalkozásnak nevezett, és valóban az, ezek egzisztencia kisvállalkozások, ezek gazdaságilag még nem eltartóképesek. Igaz ugyan, hogy jelentős lépéseket tett a kormány, hogy ez javuljon, ez a gazdasági egyensúly ezekben a praxisokban, de még nem értük el. A nullszaldót esetleg egy-két helyen már igen, de nem mindenütt. Az eltartóképességet, ami azt jelenteni, hogy ugyanannyit keressen legalább egy háziorvos szakorvos, mint amennyit a vele egyívású kórházi kollégája nyugodtan meg tud fizetésként kapni, itt csak legális és bérjellegű kifizetésről tudunk beszélni, mert ez összemérhető, no, ehhez még legalább 4 újabb 10-10 milliárdos csomagra volna szükség, amilyen most a tavalyi és az idei volt. Amíg ez meg nem történik, addig esély nincs rá, hogy komolyan gondolja egy fiatal, hogy belépjen egy jelenleg veszteséges vállalkozásba, és ha igen, akkor szembeáll a 80 a 2200-zal. A szaktárca mit tud tenni? A kormány mit tud tenni, hiszen ön néhány napja kijelentette, hogy ugyanilyen mértékű béremelésre szükség lesz jövőre és 2018-ban is, hogy elérjék a visegrádi négyek legalacsonyabb, ugye Szlovákiában azt az 1900 eurós összeget, amennyit az orvosok keresnek. A szakorvos kap. Hát a kérdésben benne van a válasz, a kormánynak bele kell nyúlni a zsebébe. Varga Mihály pénzügyminiszternek az elmúlt napokban tett kijelentései nagyon bizalomgerjesztőek, mert ha az egész gyakorlatilag bérből, fizetésből élő rétegnek ma Magyarországon komoly minimálbéremelést, béremelést, szakképzett béremelést akarnak adni, ami nagyon helyes egyébként, hiszen már komoly munkaerő hiány ma Magyarországon, és ha ma egy szakképzett bér, minimálbérnek 180 ezer forintot terveznek, akkor azt gondolom, hogy ehhez képest akár csak a legszerényebb mértékben is azt mondom, hogy az értelmiségi bér 2,5-3-szorosát kell kapja egy orvos, mert európai trend ez. Tehát mi nem müncheni vagy londoni bért akarunk, mi a magyarországi beállásunkat akarjuk a társadalmi bérrangsorban megfelelő helyre tenni, akkor azt gondolom, hogy nagyon komoly lépéseket kell tovább tenni. Mit tett a kamara azért, hogy ezek a praxisok valóban elérjék ezt a szintet, hiszen ez a minimum elvárás, hiszen ne feledjük, hogy az orvos nem csak önmagát kell, hogy eltartsa, hanem a szakápolót, az asszisztensét és így tovább, és magát az épületet, ahol fogadja a betegeket. Nem tudunk más tenni, mint azt, hogy összefogunk a kollégáinkkal, hogy fölmérjük a területeket, hogy rendre összeülünk, tanácskozunk, és hogy mindig evidenciákra támaszkodva, hiteles adatokkal bombázzuk a döntéshozót. Ez az egyetlen fegyverünk. Hol tart most? Igen. Bocsánat, én ez a kérdéshez egy mondatot szeretnék hozzátenni. Hosszú évek óta dolgozunk együtt, és úgy gondolom, hogy a 2016 év az egy jelentős év a Magyarorvosi Kamara történetébe, hisz először tudtunk olyan hathatós eredményt elérni a bértárgyalások alkalmával, és ezt, ahogy az elnök úr is említette, valid adatokat tudtunk szolgáltatni, ami előtt meg kellett, hogy hajoljanak. Tehát továbbiakban ez már nem megy, hogy több kormányciklusokon keresztül semmi nem változik, és a kamarának az adott helyzet értékelését nem tekintik komoly lépésnek. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben, amit elnök úrék végeztek, és hát a elnökséggel együtt paralel az egész ország kamarai vezetése, ehhez hozzájárulva eredményt tudtunk felmutatni, és itt a kollégáink most már végre látják, hogy olyan hathatós munka van a háttérben, ami előtt a kormányzatnak is meg kellett állnia.
Ugyanakkor meddig tart a türelem, hiszen azért látjuk, hogy az elvándorlás jelentős. A Kopintárki legutóbbi felmérését hadd mondjam el, minden ötödik, 12,9% az orvosok. Igaz, hogy itt anesteziológusok, belgyógyászok, sebészek és gyermekorvosok többsége az elvándorló, de minden ötödik aktív orvos külföldön próbál szerencsét, keres boldogulást. Ez egy, én azt mondom, hogy rossz ez a jelző szerkezet, de ez egy szörnyű szám. Két dolgot kell tudomásul venni. Az egyik az, hogy ahhoz, hogy itt érdemi, nemhogy megtorpanás, hanem számottevő csökkenés legyen észlelhető, tehát megfékeződjék az a migrációs, egy emigrációs szándék, ami jelenleg még mindig tetten érhető, és ami jelenleg még nagyságrendileg, mégis évről évre körülbelül ott mozog, egyensúlyban van az azon, ugyanazon évben frissen diplomát szerzők számával, ami tehát azt jelenti, hogy itt bejön, ott kimegy, csak sajnos itt bejön a, elnézést kérek, friss, képzetlen vagy tapasztalatlan, ott kimegy a szakorvos nagyobb részt. Tehát ennek az érdemi csökkentése, megállítani nem lehet, de az érdemi csökkentéséhez a kiszámíthatóság a kulcskérdés. Amikor ön arra hivatkozott, hogy én azt mondtam az elmúlt napokban is, hogy bért tovább, akkor ez nem csak egy egyszerű, közönséges pénzkövetelőzés. Bár ezt is megengedhetném, mert miért is ne, hiszen megérdemli ez az orvoskat. De ezen túlmenően ennek a logikája abban gyökeredzik, hogy látnia kell előre a kollégának legalább 4-5 évre, hogy ő merre fejlődik. Akkor tud türelmes lenni, mert akkor tudja, hogy mire vár. Eddig annyiszor csapták már be, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, és egyre inkább felértékelődik a kiszámíthatóság kulcskérdése. Ezért szorgalmazzuk előre a tárgyalásokat és a megállapodást. A másik dolog, hogy ön említett néhány szakmát, de a statisztika, ha nem említi, akkor hibás. A második helyen az emigrációs sorban a házi orvosok vannak. A legkeresettebbek Európa. Szerintem kérem már engedelmet, én házi orvos vagyok, és a 30 éve nekem személyesen már kétszer kínáltak ingyen vérmentve bajorországi praxist. Azért Bajorország nem egy szegény helye Európának, és ott azért elég jó prosperál még az egészségügy is. Ezt csak azért mondom példaképpen, hogy már nem arról van szó, hogy itt nincs, hanem egymás után kapkodnak, Európa szerte az alapellátásban olyan orvoshiány van. Ezt kellene végre megérteni. Én 15 évvel ezelőtt, meg 13 évvel ezelőtt is azt mondtam, akkor engem riogatással vádoltak, hogy készüljünk föl erre, védjük meg a hazánkat, harcoljuk meg ezt a honvédelmi háborút, mert azt nem csak fegyverrel, hanem ésszel kell megvédeni. Hát nem hallgattak ránk, most kifosztottak bennünket, és most itt állunk gyakorlatilag pucéra. Ugye 13 esztendeje tölti be az elnöki tisztséget 2003 óta. Mi változott azóta, hiszen ahogy ön is említette, folyamatosan bombázzák a kormányt, illetve a szaktárcát, hogy legyen egy olyan hiteles életpályamodell, ami azt mondom, hogy attól még nyilván elmennek néhányan, csak nem tömegével. Miért nem sikerült mindez idáig, hiszen most megint az út elején járunk? Nézd, ezt a politikától kellene megkérni. Az biztos, hogy addig, amíg a politikusok inger küszöbét és egyáltalán érzékenység küszöbét ez a dolog hát nem üti, addig a politika természetéből fakadóan mindig arra fordulnak, ahol a lakosságnak nagyobb az érdeklődése. Jelen felmérés szerint abban bizonyos, hogy előre jutottunk, bármennyire is ez lehet, hogy tulajdonképpen szomorú eredmény, hogy a mai felmérések azt mutatják, hogy a társadalomban az egészségügy mindenek előtt érdeklődés, az aztán előrébb tart, mint a migráció, előrébb tart, mint a terrorizmus, előrébb tart, mint a gazdasági kérdések. Az egészségügy jelenleg a fókuszban van. Hát én ebben bízom, hogy ezt akkor jobban ki tudjuk aknázni. Mi ehhez csak egyféleképpen tudunk hozzájárulni, hitelesség. Tehát ez mindenek felett szakmai kérdés. Igen. Ugyanakkor elválaszthatatlan a politikától, hiszen vannak kormányok, akik kevésbé foglalkoznak az egészségügyel, a másik oldalról az ellenzéknek általában az a dolga, hogy az oktatás és az egészségügy problémáit fókuszba állítsa. Jó, de hogyha ön az oktatást és az egészségügyet mondja, akkor nem kellene leragadni Magyarországnál. A 2008-as nagy nemzetközi válság kellős közepette közgazdasági nemzetközi tudományos evidencia volt, hogy azok az országok lesznek a nyertesei vagy a kevésbé vesztesei ennek az óriási válságnak, akik a legnagyobb nehézség közepette is a gazdaság, az oktatásba, az egészségbe investálnak. Nálunk természetesen ugye az okos a máskárán tanul, bocsánat, a hülye meg a sajátján sem jeligére,
végtelenül megszorították az oktatást, az egészségügyet, pedig ebben van a nemzet jövője. Hát ezt nem szabad megtenni. Hát ha megvan előttünk a példa, és megmondják az okosok, mit kell csinálni, hát akkor arra kellett volna kormányozni. Most viszont az oktatás helyzete helye közel rendben van. Ugye ezt megállapíthatjuk. Mondjuk maradjuk abban, hogy én ebben nem vagyok szakember, de azért ennyire lelkes állampolgár sem vagyok. Mindenképpen valami javult benne, talán. Nos, tehát még akkor az életpálya modellel foglalkozunk. Milyen lenne egy ideális életpálya modell egy frissen végzett szakorvosnak, aki házi orvos szeretne lenni egy kis térségben és vállalkozóként dolgozni, hiszen ez a trend? Hát azt gondolom, hogy ebben a kollégám is tud nyilatkozni, hiszen ő maga is ezt az utat járja, tehát bőségesen van rá vágya és igénye, inkább már csak a fiatalok számára, hiszen mi már itt a böcsületben megőszültünk. De Deréni főorvos, hát, nagy sóhajjal, igen. Hát igen, én azért hallgattam nagy figyelemmel és egyetértéssel ezt az eszmefutatást, mert én sem tudok receptet mondani. Mi abban az életkorban vagyunk, akik olyan tanári kartól kaptunk példát, akik egy sokkal nehezebb időszakban ki tudtak menni külföldre, de soha nem maradtak kint, és hazajöttek, és oktattak bennünket, és tisztességre, és tudományra. És igaz, hogy akkor egészen más volt a társadalom értékrendje. Akkor talán kevesebb hirdetés volt, és talán az anyagiak, a pénz nem a központi helyen szerepelt. Én amikor elkezdtem a szakmát, akkor egyértelműen a főnökeim, illetve a professzoraim mindig a betegből indultak ki, és a beteg volt a középpontban. Ma egy kicsit az egész egészségügy ilyen iparszerűvé vált, aminek én nem örülök, én úgy látom, lehet vitatkozni, mert hogy a finanszírozás van a középpontban. A fiatal kollégákat hogyan lehetne itthon tartani? Azt hiszem, hogyha a munkakörülményeik jobbak lennének, hogyha épp az előbb említett példa alapján kevesebb lenne a dokumentáció, éreznék azt, hogy a betegellátás valóban a középpontban van, valóban szakmorientált irányítási rendszerek alakulnának ki, és természetesen ehhez kell a bér, amiért mi harcolunk. De nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a munkakörülmények valóban ne nővérmunkát végezzen az az orvos, ne statisztikákat kelljen gyártani, akkor, amikor naponta egy házi orvosi praxisban 70-80-as forgalom van. Én ebben láttam a legnagyobb problémát. Az alapellátás egy kimeríthetetlen kút. Gyakorlatilag meg kellene tudni mutatni a szakmának és a szakmát iránt érdeklődőknek azt, hogy ez mennyi lehetőséget rejt magában, ehhez azonban az kellene, hogy aki az alapellátásra szánja a fejét, az biztos lehessen abba, hogyha őt napi 8, de akár 10 vagy 12 órát is dolgozik, mert lehet. És még egyszer mondom, a kutatásig bezárólag mindenféle színe java ott van az egészségügynek, akkor tisztában legyen azzal, hogy neki nem kell másod, harmad, negyed, ötöd állást vállalni, mellette üzemorvoslást csinálni, nyakló nélkül ügyelni, mentőzni, nem tudom mit csinálni, amik mind-mind szép feladatok, hanem tudhassa azt, hogy ő nyugodtan tegye azt a népegészségi szempontból és abban a bizonyos, az elején említett program szempontjából kulcsfontosságú feladatát, amiben megtalálja az örömét, a beteg elégedettségét, és ugyanakkor a gyerekének is tud megfőképpen egzisztenciát. És emellett az esküjéhez méltón teljesít nyilvánvaló. Van-e különbség mostanság a városban? Nyilván mindig van, de éles különbségek vannak-e a kistérségekben a város, az egyes kisebb települések, illetve a szórvány települések között, hiszen említettük, hogy azért a Dunántúlon teljesen más a helyzet, mint azt mondom Borsodban, Szabolcs-Szatmárban. Nem, ebből a tekintetből nem feltétlenül. A rural health, és elnézést az angol kifejezésért, nem nagy zolni akarok vele, de ez egy világszerte bevett olyan külön fogalom, amiben egy érdekes egységben és a városi jellegzetességektől eltérő egységben kezelik az úgynevezett vidéki orvoslást, tehát a falusi orvoslást. És ennek mindig is meglesznek a sajátságai, akárhogy is változik, úgymond civilizálódik a világ, és ez a civilizálódás ebben az esetben nem feltétlenül és mindenben pozitív, egy sajátos változása a társadalomnak. A
kistérségi, a vidéki, a falusi lakosság ellátása mindig is egy kicsit más körülményrendszerben, és más igények szerint kell, hogy bonyolodjon, mint a városiaké. Mint ahogy egyéb más tekintetben az ő szociokulturális szituációik is más, és ezt az orvoslásban is le kell követni. Nem a gyógyítás szabályaiban, hanem az emberekkel való foglalkozásban, és abban az áldozatban, amit vállal az, aki ebbe a szociokulturális differenciába képzeli el az életét, tehát esetleg ott hátrányosabb az ő számára a millió, ahonnan neki többet kell áldozni ahhoz, hogy eljusson az igényeinek felelő kulturális körülmények közé, színházba, vagy könyvtárba, vagy egyéb helyre, ami neki szimpatikus, mert bár kétségtelen az internet nagyon sok mindenre jó, de azért nem mindegy, hogy valaki egy világtól elzárt településen egy íróasztal mellett nézegeti a monitort, vagy pedig mondjuk élő egyenesbe hallgat meg egy operaadást. Nos, 2016 végét írjuk, és ahogy ön említette, minden törekvésük azt a célt szolgálja, hogy 2017-ben, 18-ban és azután, mondjuk 2020-ig, ahogy ez az alapellátási program is szól, a folyamatosan a bér jellegű tárgyalások eredményesek legyenek. Ez tehát a terv. Mi az, ami még pluszban feltétlenül fontos ahhoz, hogy nyugodtan legyen adventi időszakban, a következő évben és itt. Milyen terveik vannak, milyen jövőképet vázolna fel nekünk? Én azt gondolom, hogy kollegiális aktivitás fokozása, a kollégák egymás iránti bizonyos fokú jó értelembe vett, nem is szolidaritása, hanem érdeklődése, hogy ez a cég, amelyben együtt vagyunk, ez a kamara, ez egy kicsit aktívabb legyen, ne csak kifelé, ne csak a küzdelmekbe, hanem a kollegiális együttműködésbe. Abba pontosan, amit itt a főorvos úr, a kollégám, ugye elnök úr mondott, hogy ahogy bennünket neveltek annak idején, amiben benne volt az emberség, az egymás iránti emberség, a tisztességes, konziliáriusi szemlélet, az egymás megkérdezése, hogy mi a véleményed arról a betegről, arról a kórképről, arról a mozi előadásról, vagy egyáltalán hogy tudunk segíteni a harmadikon, akiről azt hallottuk, hogy megbetegedett, vagy megszegényült, vagy esetleg gyásza van. Na, ebben a tekintetben azt gondolom, hogy nagyon nehéz utat járunk, de nem hagyhatjuk abba egy pillanatra sem, a kamara erre is való, és a kamara erre nagyon való. Tehát, hogy Romhányi professzor elégedetten nézem le onnét fentről? Hát én azt hiszem, hogy igen. Mindig azt mondta, hogy a példa az igazi tanító mester. Így mondta mester, a példa az igazi tanító. Hogyha az első ember, az osztályvezető főorvos ügyel, akkor a szakorvosok se akarnak kibújni az ügyelet alól. Abban az esetben, hogyha ő példát mutat a magatartásával, szakmai tudásával és a közösségi magatartásával, akkor azt hiszem, hogy ott valóban élő közösség fog élni. És ahogy az elnök úr is említette, nekünk az elkövetkezendő hónapokban ilyen irányú tevékenységünkre is szükség van, hogy valóban élő közösség legyen. Fejér megyétől Szabolcs-Szatmár megyéig. Nos, elnök úr, köszönöm önöknek. Ehhez kívánok erőt, szükségük lesz az erőre, bizonyos vagyok benne, és egészséget, ez meg természetes. Mindnyájuknak, minden kollégájuknak. Én azt gondolom, hogy lesz dolguk bőven. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Éger István volt, a Magyar Orvos Kamara elnöke, és Derényi Gábor, a Magyar Orvos Kamara Fejér megyei szervezetének elnöke. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.